Január 1-től a sertéshús áfája 27%-ról 5%-ra csökkent. A régi fogyasztói árhoz képest így 22%-kal lettek olcsóbbak a tőkehúsok. Ilyen a comb, a lapocka, a tarja, a karaj, az oldalas, valamint a dagadó. A henteseknél érezhető volt az árkülönbség, szinte minden húsfajta ára 1000 forint alá csökkent. A piaci változások miatt azonban már nincs túl kínálat a sertés termékekből, részben ezért is emelkedtek az árak az utóbbi hónapokban. Az év elején és az első 4-5 hónapban érvényes rendkívül alacsony alapanyagár jelentős növekedésnek indult, tekintettel arra, hogy az orosz embargó keresletcsökkentő hatását sikerült EU szinten mérsékelni, ami azt jelentette, hogy új piacok bevonásával megszűnt az árufelesleg, aminek ugye árcsökkentő hatása önmagáért beszél. Az áremelkedés másik oka, hogy az év első felében az élőállat árának meghatározását már nem a piaci igényekhez kötik, így a húsfeldolgozók is magasabb áron jutnak a sertésekhez. Eddig keresletkínálat alapján határozódott meg itt Magyarországon az élőállatnak a ára, de most a hízaldák egységes áron árulnak, ennek a minden szerdán a európai árutőzsdének a pillanatnyi sertésárának megfelelően határozzák meg arra a hétre az élő sertésnek az árát. Szent Miklósi János hozzátette, az év elején 300 forint körül volt egy kiló élő állat nettó ára, ezt mostanra a hízladák 430 forintra emelték.